napot kívánok, szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia úgynevezett Széchenyi emlékbeszédjére gyűltünk egybe. Én Ferenc Győző vagyok, az Akadémia, Széchenyi Akadémia ügyvezető elnöke. Az előadást Elritók Nóra fogja tartani, azonban a Széchenyi emlékbeszéd előtt hagyományosan van egy másik esemény, a Szekeres György francia műfordítói emlékérem átadása. Ezért először erről mondok néhány szót, majd megtörténik a díj átadása laudációval, és utána visszatérek, bevezetem a Széchenyi emlékbeszédet. Ezt a francia műfordítói díjat Szekeres György műfordítói emlékérem a neve. Szekeres Varsa Vera, Szekeres György özvegye alapította 2014-ben, tehát ez a 11. alkalom, hogy átadjuk. Elsősorban a francia műfordítás terén magas teljesítmény nyújtó műfordítók számára hozta létre. A díjazott kap egy emlékérmet, hiszen ez a díj neve, Szlávics László szobrász művész alkotása, majd a díjazott fölmutatja ezt, és megkapja a Szekeres Varsa Vera Szalamandra egy élet a Gestapóval és az Ávóval szemben című könyvét Szekeres György életéről. Nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ki volt Szekeres György és mik az érdemei. Röviden annyit mondanék, hogy életének egy jelentős részét illegalitásban töltötte, vagy féllegalitásban. A francia ellenállás őrnagya volt, tehát franciaországi emigrációban volt a II. Világháború alatt. Majd hazatért, itthon a 45 után hát fontos pozícióban is volt. A Szabad népszerkesztőségében dolgozott, mint külpolitikai rovatvezető, párizsi tudósító volt, majd a római nagykövetségen teljesített szolgálatot, ez már 48 volt. Innen hazarendelték, és a Reichper során bebörtönözték. 54-ben szabadon engedték, de csak később 57-ben rehabilitálták, és itt kezdődött az a második pályaszakasza, amely lényegében ehhez a díjhoz vezetett. Az Európa Könyvkiadóban volt szerkesztő, majd haláláig irodalmi vezető. Elsősorban franciából, de cseh nyelvből is fordított nagyszerű műveket. Talán a legismertebb fordításai, vagy az egyike Victor Hugo Nyomorultak című regénye, vagy éppen Csapeknek az első csapat, Louis Aragon, Sziget a Szajnán, és még hosszan lehetne sorolni. A kuratórium, amelynek hát tiszteletbeli tagja, vagy nem is tiszteletbeli, rendes tagja Szekeres Varsa Vera, csak ő nem hajlandó beleszólni a döntésbe. Jancsó Júlia, Jenei Zoltán, Mesterházi Mónika és Rajnavölgyi Géza. Az akadémia részéről én is, de mint hogy nem értek ehhez a területhez, én sem szólok bele. Idén a díjat Imre Andrásnak ítélte oda. Laudációt mond Jenei Zoltán, akit most meg is kérek, hogy méltassa a díjazottat. Jó estét kívánok, Jenei Zoltán vagyok, és én kaptam ezt a nagyon megtisztelő feladatot, hogy méltassam a díjazottat. Ez a Szekeres György műfordítói érem 2024-es díjazottja, tehát Imre András költő, műfordító, szerkesztő. Ezt a díjat a francia irodalom fordítói kapják, és az eddigi díjazottak javarészt olyan fordítók, akik valóban elsősorban francia szövegekkel foglalkoznak. Imre András több nyelvi közösség is magáénak mondhatja. Értem ez alatt azon magyar irodalmárok, nyelvészek közösségét, akik egy bizonyos nyelvköré szervezik munkájukat, szenvedélyüket.
Nyilván vannak sokan, akik több nyelvirodalmát, kultúráját ismerik, fogyasztják, kutatják, vagy épp fordítják, de ritka az, aki ugyanazzal az otthonossággal mozog egyszerre két, ne adj Isten három nyelvvilágában. Nos, Imre András ugyanolyan természetességgel nyúl az angol, a spanyol és a francia költészethez, sőt, néha egy-egy orosz vers fordítás is becsúszik. Ez nem csupán képesség, véleményem szerint, ez már világlátás. Világirodalomlátás. Olyasfajta szemlélet, amely a legendás Európa kiadó egykori szerkesztőinek szemléletét tükrözi. Szekeres György sem csak egy nyelvre szakosodott, és a korszak lírafordítói Kálnoki László, Vas István vagy Kormos István, hogy csak néhányukat említsem, szinte számos nyelvverseit ültették át magyarra. És itt engedtessék meg egy pillanatnyi megemlékezés a nemrég elhunyt Lator Lászlóról, aki ennek a nyelvek közötti könnyed balettozásnak utolérhetetlen mestere volt, és akinek nem okozott problémát egyik pillanatban oroszból, a következő pillanatban pedig németből idézni, és aki számára alapismeret volt a legtöbb nyelv elserési kultúrája. Imre András ennek a műfordítói létformának a fenntartója, továbbivője és Lator László örökségének egyik kiváló ápolója. No, de maradjunk egy kicsit a franciáknál, csak néhány név a fordítottak közül. François Rabelais, Pablo Picasso, bár ő spanyol, de a verseit franciául írta. Guy Goffet, Émile Verhaeren, Max Jacob, Guillaume Métayer, Charles Ferdinand Ramu, Jacques Chessy, Stéphane Mallarmé, és még sorolhatnánk. Ugye hát a költők azok ilyen rövid szövegeket írnak, azt meg nagy számban lehet fordítani, és sokaktól. És mindig vers. Valamiért kevesebben fordítanak verset, mint prózát. Én őszintén szólva ezt sohasem értettem, de egyszer még régen, amikor még tanítottam, és az egyetemen az egyik órámon az óra elején előre bocsátottam, hogy aznap versekkel fogunk foglalkozni, a hátsó sorból egy elhaló hang csak annyit mondott, jaj. Ekkor megértettem, hogy versekkel foglalkozni nem evidencia. És ez is egyfajta gondolkodásmód, világlátás, megbecsülendő, ha valaki erre adja a fejét. Imre András nem csupán a többnyelvűségben jár Lator nyomdokán, hanem fordítói gyakorlatában, a fordításhoz való viszonyulásában is. Lator László saját fordítói az poetikájáról azt mondta, szabadon idézem, hogy azt kell lefordítani, ami az eredetiben van. Ez persze csak félig vicc, tényleg azt kell. Már csak az a kérdés, hogy mi van az eredetiben, és az hogy van magyarul? Ez a két egyszerű kérdés valójában nagyon is összetett dolog. Megválaszolásuk nem evidens és nem exakt. Imre András pedig kérhetetlen alapossággal keresi a válaszokat. Fontos tevékenysége még a tudás vagy tapasztalat átadása, a tanítás. Több helyen is műveli ezt, hogy csak a franciát említsem, a francia intézetben, ahol francia verseket fordítanak műhely munkaszerűen, mert ahogy egy nyilatkozatban ő maga mondta, a gyakorlatból többet lehet tanulni, mint az elméletből. Mi több, a műhelyben elkészült fordításoknak megjelenési felületet is keres, így avatva tanítványait publikáló műfordítókká. És ha már oktatás, meg kell említeni a magyar irodalmat idegen nyelvre fordítók táboraiban végzett tevékenységét is, a korábban a JAK, ma a Prékiadó által szervezett fordítói táborokban Imre András nyújtja a legmélyebb és legpraktikusabb ismereteket az önmel fiatal műfordítóknak. Keményen kipréselve belőlük rímet és ritmust. És most hallgassunk meg egy példát arra, hogy Imre Andrásnál milyen a gyakorlat. Guillaume Métayernek egy kis kötetét hoztam el, ebből fogok egy verset felolvasni, természetesen Imre András fordításában. Föld. Odakint másik világ dereng, a reggel. Tehetetlen a lángja, pár babérbokor megdőlten állja, olyan, mint egy másik kontinens. Szerte az utakon rengeteg súlyos titok terjed ágról ágra, csőrről csőrre, de úgy, hogy madárka az ágat egy sem érinti meg. Reggel van. Ez a te napszakod. Hiú terveinkre gondolok, éhedre, te halottnak hitt asszony, de visszanyel immár a feledés legmélye, ahol nincs semmi, és visszaalszom. Igen, visszaalszom.
ez egy szonett volt egyébként. És zárszónak még annyit hozzátennék, hogy azt mondják, hogy ki annyi ember, ahány nyelven beszél. Azt is mondják, hogy a műfordító annyi ember, ahány szerzőt fordít. Azt is mondják, hogy a mester a tanítványaiban él tovább. Tessék elvégezni a szorzást. Én pedig szeretettel köszöntöm ezt az egyszemélybe sűrűsödött népes tömeget, akit Imre Andrásnak hívnak. Ezt is felmutatom, de a másikat kötelességem felmutatni, úgy tudom. Nagyon szépen köszönöm a kuratóriumnak, hogy engem választottak erre a gyönyörű díjra. Én Szekeres György fordításait ismertem, néhány éve találkoztam Robert Sabatier Bulvár című regényének fordításával, amelynek már a címe is egyébként egy fordítói bravúr. Azt most nem árulom el, hogy miért, olvassák el. De azt, hogy a civil életben mit csinált, azt nem tudtam róla. Ezért külön nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy valaki olyas valakitől, olyan valakiről elnevezett díjat vehetek át ma, akinek a művészeti munkája, mert a műfordítás mégiscsak az, nem választható el a társadalmi jelentőségétől. Szekeres György, ahogy már Ferenc Győző is mondta, és Jenei Zoli is, egy olyan iskolát fémjelez, amelybe tartoznak mondjuk az Európa Kiadónál a kicsit kevésbé ismert, méltatlanul kevésbé ismert neveket akarnám sorolni, mondjuk Veseli László vagy Karik Sára, akik minden rendszerben egyenesen álltak. És ehhez hozzátenném a már elhangzott Lator Lászlót, vagy a kiadóhoz kicsit kevésbé formálisan kapcsolódó, de fordító Nemes Nagy Ágnest, Ottlik Gézát, Kálnoki Lászlót. Ők minden rendszerben tudták, hogy hol a helyük. Épp ezért egy ilyen iskolából érkezett érmet kapni dupla dicsőség. Hogy parafrazeáljam a szólásmondást, kis ország vagyunk, nekünk csak egy garnitúra példaképünk van. Azt sem érzem véletlennek, vagy ha véletlen, akkor egészen különös véletlen, hogy ezt a díjat egy olyan beszéd előtt vehetem át, amit Ritog Nóra fog mondani, akinek a munkásságát én teljesen azonos értékűnek érzem az előbb elhangzott nevekkel, más körülmények között, de ugyancsak az egyenlőség, a diszkriminációmentesség, a befogadó oktatás elvei mentén dolgozik. Tehát még egyszer, nekem ez külön nagyon sokat számít. Ami a laudációt illeti, azt nagyon szépen köszönöm szintén. Én elvileg jogot végzett ember vagyok, és a laudáció hallgatása közben felmerült bennem az 1878-as Csemegi Kódex egy gazdasági bűncselekménye, a szédelgő feldicsérés.
Ezt azt hiszem az antitrust törvények között tartják számon. Igazából én elgondolkoztam azon, hogy mit is csináltam én az utóbbi időben a francia fordítás területén, és arra jutottam, hogy az ezévi Szekeres György műfordítói érmet méltán át lehetne keresztelni műferdítői éremre, mert hogy az a három mű, amit Jenei Zoli is kiemelt, Picasso, Rabelais és korábban Max Jacob, mind a három külön-külön lényegében a fordíthatatlanság kategóriájába tartozik. Erről most nem fogok hosszan beszélni, sőt egyáltalán nem fogok beszélni, mert mégsem egy műfordító szeminárium, ahol én jobban otthon érzem magam, de iszonyatos nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez a három volt ez a három költő volt az, akiket a legnehezebben fordítottam egész életemben. És végezetül azt sem tartom véletlennek, hogy pont ma a költészet napján kaptam én versfordítóként ezt a díjat, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Az, hogy András a költészet napján kapta a műfordító díjat, az lehet, hogy nem véletlen. Az, hogy a Széchenyi emlékbeszéd ma van, az véletlen, pontosabban hát időegyeztetés miatt van így, ugyanis ez az esemény sorozat Széchenyi István halálának évfordulójára van időzítve, amely 1860. április 8-án volt, tehát mindig egy 8-a körüli dátumot keresünk. Az emlékbeszéd egy hagyományt elevenít fel, volt egy ilyen sorozat nagyon hosszan, 1864-től 1944-ig. Ennek van egy anekdotikus története, hogy Széchenyi a nemzeti kaszinóra, amelyet ő alapított, hagyott 200 aranyat, hogy készítsenek egy ezüst serleget, és azt a halála évfordulóján ürítsék ki az emlékére. A kaszinót ezt vacsorával és beszédekkel toldották meg, és nálunk egyszer csak jelentkezett, ez véletlen volt, egy dr. Nemcsik Pál nevű ercsi jegyző, már nem él, hogy ő összegyűjtötte azt a közel 80, volt egy-két év, amikor nem volt, közel 80 beszédet, és ezt meg is jelentettük az akadémiai kiadóval közösen, egy létező kötet, Széchenyi emlékbeszédek, vagy serlegbeszédek pontosabban a címe, és Dobszai László egykori elnökünk gondolta, hogy ezt a hagyományt föl lehetne eleveníteni. Minden évben fölkérünk egy jeles tudóst, művészt a hazai, és nem csak a hazai, mert volt külföldi szellemi élet jeles képviselőjét, tehát volt építész, matematikus, közgazdász, aki már itt tartott Széchenyi emlékbeszédet, klasszika filológus sokan. Egy közös pont van, szinte mindannyian a társadalmi felelősségről beszéltek, mindannyian a gondolatszabadságról, társadalmi felelősségről. 2016-ban Ferge Zsuzsa tartott előadást, aki ma egy hete hunyt el, és az ő előadása hát nagyon rokon témáról szólt, az is a szegénységről szólt. Most, hogy kit kérünk fel, ezt a Széchenyi Akadémia vezetősége vitatja, meg dönti el. Enritók Nórát kértük föl. Én gondolom, hogy az ellentéte a szédelgő feldicsérésnek, amit vele kapcsolatban mondani lehet. Nagyon nehéz róla azt hiszem úgy beszélni, hogy az ember ne használjon nagy szavakat, de el tudom képzelni, hogy Nóra mit gondol azokról, akik nagy szavakat használnak, és egyáltalán a nagy szavakról. Úgyhogy ezt kerülném, és nyilvánvalóan közismert dolog,
hogy ő mit is csinált az elmúlt sok-sok év alatt az Igazgyöngy Alapítvány megalapításától és vezetésétől, kezdve az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola működtetéséig, micsoda számok vannak itt, hogy hány településen, hány faluból összesen évente hány gyerek jár ebbe az iskolába, közel 700 és 20-valamennyi falu és 6 településen, ami hát olyan lélegzetelállító eredmény, amelyre valóban nehéz elkerülni a nagy szavakat, és emellett folytat ő ugye egy másfajta munkát is, tehát a könyvei, a blogjai mind ebből nőnek ki, illetve ezt támogatják. Hogy mennyire fontos és akut probléma, amiről ma hallani fogunk, azt sem kell különösebben hát indokolnom. Nem lehet úgy kinyitni komolyan vehető média terméket, ahol ne lenne szó az oktatás, a szegénység állapotáról. Ferges Zsuzsa 2016-ban tartott előadást, és már akkor is rettenetes volt a helyzet, azóta sajnálatos módon még rosszabb lett. Kedves Nóra, kérjük, hogy tarts meg az előadást. Egy helyes kis rajz kiesett valamiből, ezt majd visszaadom. Rendben. Köszönöm szépen, elindítom az órát, miután útközben vettem észre, hogy otthon hagytam a jegyzetemet, hogy nehogy túlszaladjak. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő felkérést. Ez azt gondolom nem csak az Igazgyöngynek szól, hanem annak az ügynek, ami a gyerekszegénység ügye ma, és nagy öröm nekem, hogy itt is beszélhetünk róla. Az pedig, hogy Ferges Zsuzsa már egyszer elővette ezt a témát, azt gondolom, hogy egy picit más megvilágításban, de hasonló alapelvek és értékek mentén fogom ezt vinni tovább. Tudják, amikor először hírt adtam a közösségi médiában arról, hogy kaptam ezt a lehetőséget, akkor valaki gyorsan rám írt, és azt írta, hogy most olvasom az egyik könyvét. Hogy tudja ezt maga egy órás előadásba besűríteni? Hát válaszoltam neki, hogy fogalmam sincs, de megpróbálom. Aztán sokat gondolkoztam azon, hogy mi lenne az a gondolati fonal, ami mentén a lehető legjobban és legegyszerűbben és legérthetőbben meg tudnám mutatni a társadalmi leszakadás rendkívül bonyolult problémáját. És végül aztán, hogy van ez a nehezen értelmezhető gondolkodás politika szó, azt gondoltam, hogy a felelősség oldaláról közelítek én is. Az, hogy ki hogy viszonyul a szegénységhez, az nagyon sokféle. Az emberek zöme a saját megtapasztalásából indul ki. Akik távol élnek tőle, azok a médiából szereznek valamilyen információt, esetleg mások mesélnek neki róla. Ezek zömében sztereotíp megközelítések maradnak, de mindenképpen egy viszonyulás. Egy kicsit aggasztóbb nekem, amikor valaki úgy viszonyul, hogy azzal indokol, hogy gyerekkoromban én is láttam ezt, és én pontosan tudom, hogy maga miről beszél. Ez különösen akkor elgondolkodható, amikor ez ember ezt egy döntéshozó szájából hallja, hiszen 30-40 év alatt is annyit változik a helyzet, és benne a szegénység is, hogy ezt nem lehet nyugodtan kijelenteni. És hát vannak a kutatók is, akik bizonyos időszakonként, bizonyos problémára fókuszálva megjelennek egy-egy településen, és innen szereznek információkat. Szóval mindenkinek van egy személyes viszonyulása, és hát vannak intézmények is, amik viszonyulnak, viszonyul az egyház is. Másképpen, mint ahogy én ezt korábban gondoltam, fogok majd erről beszélni, és hát viszonyul az mindenkori állam is. Az állam viszonyulása az, hát én még a rendszerváltás előtt kezdtem el dolgozni, úgyhogy van rálátásom. Az állam viszonyulása egy mintázatban azonos volt. A felelősségvállalás mindig hiányzott. Tehát vagy a szőnyeg alá söprés volt a jellemző, vagy a félrefordulás, annak az igazolása, hogy nekik sikeres a munkájuk ezen a téren, de igazából mélységében szembenézni ezzel a dologgal nem nagyon néztek. Muszáj, hogy magam is meghatározzam itt most. Én civil vagyok, a civil szférából érkeztem, a foglalkozásom pedagógus.
nem vagyok politikus sem, és nem vagyok egyetemi kutató sem. Úgyhogy ne váljanak tőlem nemzetközi példákat, tanulmányokat, összehasonlításokat, adatelemzéseket, mert nem ebben vagyok a jó. Valami más tudok idehozni, az pedig a valós tapasztalat, az, ami nagyon sokszor nem látszik a számok mögött, nem látszik az íróasztalok mögül, viszont 25 év civil terepi tapasztalatából olyan összefüggéseket látunk meg, és igyekszünk láttatni a kollégáimmal együtt, ami meghatározó ebben az egészben. Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor a gyerekekkel foglalkoztunk. A gyerekek szintje után jött a család után a közösség. Aztán kellett, hogy az ember az intézmény rendszeren keresztül is vizsgálja ezt az egész problémát, és mivel a mindenkori intézmény rendszert, azt mindig a szakpolitika határozza meg, már is itt voltunk szakpolitikai szinten is. Azt mondják, akik ezen a területen dolgoznak, hogy ez egy különleges nézőpont. A terepről nézve egészen a csúcsig, és hát közben még a közvéleményt is valahogy megpróbálni érzékenyíteni, vagy kicsit tisztítani ezt a képet. Mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy teljes társadalmi beágyazottságában értelmezzük a szegénységet. Azt mondtam, nem mondok adatokat, de valamit mégiscsak muszáj. Néhány sokkoló számot ide kiemeltem. Hát ezek KSH adatok, de tudják, most épp elbizonytalanodtunk, hogy egyáltalán melyik statisztikát lehet ma komolyan venni. A kollégáimmal vizsgáltuk most a KSH adatokat Tolt község esetében, ahol az alapítvány pilot programja folyik, és hát ha azt mondom, hogy köszönő viszonyban sincs a valósággal, akkor finoman fogalmaztam. És ez azért érdekes, mert hogyha a rendszer erre akar beavatkozási pontokat találni, akkor az ott nem lesz helyes. Majd 2 millióan élnek szegénységben, majd 1 millióan, inkább én úgy mondom, mély szegénységben. A mi definíciónk egyébként az, hogy azokat tekintjük mély szegénynek, akik a hónap végéig nem tudják egyenletes színvonalon az alapszükségleteket biztosítani a családjuknak. És hát még egy adatot odaértem, majd később utalni fogok rá, hogy Magyarországon ma majdnem a lakosság fele nem engedheti meg magának, hogy egy hétre elmenjen nyaralni. Muszáj egy picit a földrajzi kiterjedésről is beszélnem. Mi Hajdú-Bihar megyében dolgozunk, a második legsötétebb kék terület, amilyenk ez a Beletyújfalui járás. Nagyjából Debrecen és Nagyvárad között egyébként félúton vagyunk. Ahogy Győző említette, itt 6 településen van oktatásunk, 17 faluban végzünk folyamatos szociális munkát, karácsonykor 32-t is elérünk, és egy Told nevű kis zsákfalu a modellfejlesztésünk helyszíne, ahol a társadalmi leszakadás minden problémájával találkozhatunk. Az, hogy a főváros és a vidéki szegénység között milyen különbség van, az mutatja ezt ennek a térképnek a beszínezése. Nem azt jelenti, hogy nem fordul elő bárhol az országban és a fővárosban is, de nagyságrendileg nagyobb azokban a térségekben, amelyeket itt középkékre vagy sötétkékre színeztek a tárki kutatói. Ide írtam még egy dolgot, ezt a halmozódó szegénység faktorokat, mert ezekkel nagyon fontos számolni. Tudják, a rendszerváltás óta minden kormány valamit kikapott ebből az egészből. Volt, amikor a liberális kormányok azt gondolták, majd az oktatás lesz a megváltó, ekkor épültek ki az IPR rendszerek, az integrációs pedagógiai rendszerek, és azt mondták, hogy plusz támogatást adnak azoknak az iskoláknak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, és ez majd megoldja a kérdést. Nem oldotta meg, nyilván ennek nem az az oka, hogy rossz beavatkozási pont volt, hanem hogy egy volt, és az, hogy a következő kormányváltásnál minden a kukába került. Aztán jött, hogy majd a közmunka oldja meg. Ha közmunka van, akkor visszavezetünk mindenkit a munkavilágába, és meg lehet. Most már látjuk, ez sem oldotta meg. Szerintem az, hogy mindig egy-egy ponton próbálnak meg beavatkozni, ez azért nem helyes, mert az összes többi eznek van egy ilyen leamortizáló hatása. Értik? Tehát hiába akarom az iskolát megoldási pontnak tekinteni, hogyha az a közeg, amiben a gyerekek élnek, az a szocializáció teljesen mást üzen. Amikor halmozódó szegénységfaktorokról beszélünk, akkor ebben benne van a lakhatási szegénység, benne van az oktatási szegregáció, benne van az egészségügyi szolgáltatások hiánya, benne van egyáltalán a szolgáltatás hiány, ami ma ezeket a térségeket jellemzi. És hogy mi van a statisztika mögött, mert ezek számok.
És muszáj vagyok most egy pár személyes történetet idehoznom, hogy értsék, hogy mi az a különbség, amit az elején szerettem volna érzékeltetni. Egyrészt miért kapaszkodtam ebbe az utazásos dologba bele, hogy milyen kevesen nem tudják megengedni, hogy nyaralni elutazzanak. Nos, mi dolgozunk olyanokkal, akik a járási székhelynél nem jutottak még tovább, és van olyan 30 éves anyukánk, aki soha nem járt a fővárosban, Magyarországról beszélek most. Aztán eszembe jut egy múlt heti élmény, amikor egy észak-nógrádi kistelepülésen voltunk. Egy boltba mentünk be, az utolsó kisboltba ebben a faluban. Ez egy haldokló bolt volt. Ezt onnan lehet tudni, hogy a kenyeret már felírásra hozzák ki csak, tehát meg kell rendelni előtte való nap, mert pontosan annyit hoz ki a boltos, amennyire szükség van. Előttünk állt egy idős hölgy, aki egy felírásra nála, tehát egy megrendelt kenyérért ment, és az eladó azt kérdezte tőle rutinosan, hogy holnap vagy holnap után szeretnél még rendelni, mikorra rendelnéd. A hölgy állt a pult mellett, majd néztük a kezét, és számolta a kenyérszeleteket. Kétszer számolta végig, mert baromira nem volt mindegy, hogy 12 vagy 14 szelet kenyér van. Kicsit gondolkodott, aztán azt mondta, majd holnap után. Ez a fajta szegénység mutatkozik meg egy másik történetben is, amit egy anyuka osztott meg velem. Megmutatta, hogy hogyan hajtogat lepedőből és rongyokból, ingaljakból betétet a nagylánynak, és teszi bele egy kis nájlonzacskóba, hogy elvigye magával az iskolába a táskájában, hogy ki tudja cserélni. Megment is a dolog, addig még az osztálytársai észre nem vették, hogy neki miféle betétje van. Aztán kigúnyolták, kicsúfolták, és a nagylány ezután azokon a napokon nem ment iskolába. Az bizonyára tudják, hogy aki család nélkül, egyedül és nincstelenül hal meg, nekik köztemetés jut. A köztemetést az önkormányzatok fizetik, de azt sokan nem tudják, hogy a köztemetés árában nincs benne az öltöztetés. Ez 5000 forint egyébként, és akinek ez nem jut eszébe, hogy ezt kifizesse, azokat az embereket ruhátlanul teszik a funérkoporsóba, ma Magyarországon. És nem tudom, tudják-e mi az a csócsálás. Én is tanultam néprajzból, hogy valamikor a 19. században a gyerekeket, amíg még nem volt bébi étel, és nem voltak eszközök, hogy pépesítsék az ételt, akkor az anyák rágták meg, vagy a nagymamák rágták meg az ételt, és úgy tették a gyerekek szájába. Nos, alig egy hónapja láttam ezt egy anyukától, és a babájától, aki alig 8 hónapos volt, és olyan természetességgel nyitogatta a kis száját, hogy láttam, ez nem egyedi eset volt. Szóval értik, hogy miről beszélek? És az ember dühös és folytogatja a méreg az értelem nélküli beruházásoknál, mert azt látja, meg azon is, engem most főleg azon, hogy milliók mennek el a médiában a gyűlöletkeltésre, ahelyett, hogy azokkal az emberekkel foglalkoznánk, akik ilyen körülmények között élnek ma a 21. századi Magyarországon. És egy picit azért egy pár elemet szeretnék kiemelni, ami talán nem látszik megint. Könnyen kimondjuk, hogy lakhatási szegénység mi az, nem sok embert érint, meg egyébként is van a csok, meg van még sok minden. De a lakhatási szegénység, a vidéki lakhatási szegénység az egy nagyon nehéz történet. A házak többsége tisztázatlan tulajdonviszonyú. Nagyon sok az elhagyott házakba beköltöző család, és ezeknek a családoknak nincs tudása arról, hogy ezeket a régi vályogházakat hogyan kellene kezelni ahhoz, hogyan kellene javítani ahhoz, hogy ezek 50-100 évet is bírjanak. Ezért ezek a házak ilyen állapotban vannak. Nagyon sok romos és életveszélyes van közöttük. Aztán most mondok olyan dolgokat, amit felröppentenek azok, akik még inkább dramatizálni akarják ezt az amúgy is drámai helyzetet. Sokszor mondják, hogy mert nincs a házakba áram. Van áram a házakba, csak nem legálisan. Az áramra nagy szükség van, talán ez az egyetlen, ami a 21. századi világhoz köti őket, és az állam azért kell, mert a televízióra szükség van. Majd mindjárt meglátják a zsúfoltságnál, hogy miért kell a tévé, mint közösségszervező, hogy legyen mit nézni, hogy legyen, és hát itt jön be a média felelőssége, legyen honnan információt szerezni. És amit ők látnak, amit a tévé mond, az igaz. Azt el kell hinni, mert az biztos, hogy igaz, hiszen ebbe szocializálódtak. A másik ez a vezetékes víz hiánya. Nincs.
nincs meg sem a vezeték, sem a szennyvíz ezekben a térségekben jellemzően. És az, hogy mit jelent, hogyha valahova nincs bevezetve a víz, azt nagyon nehéz a mai világban elképzelni. Ha eszünkbe jut, hogy mit csinálunk, ha hajat akarunk mosni, hát bemegyünk a fürdőszobába és megnyitjuk a melegvízes csapot. De amikor valakinek ezt először a 500 méteren belüli kútról haza kell vinnie, majd meg kell melegítenie, majd utána a laborba meg kell, hogy mossa a haját, és itt mondjuk számolunk még 5 gyerekkel, az már nem ugyanaz. Kérdeztem ezt is, hogy oldják meg. Ez az anyuka, akit a betéttel kapcsolatban említettem, azt mondta, hogy hát egymás után, neki 7 gyereke volt, egymás után mosakodnak a gyerekek ugyanabban a vízben, kivéve azt, akinek éppen megvan, mert ő neki jár egy külön lavorvíz. Micsoda abszurd dolog ez is. Hát, utaltam erre a zsúfoltságra, a személyes tér hiányára, hogy ez mennyire meghatározó. Eszembe jut egy történet, amikor harmadikos korában egy kisfiút magántanulóvá akart tenni a rendszer, mert olyan sok magatartási probléma volt vele, és egy darabig otthon volt. Hát mi küzdöttünk, hogy ne legyen magántanuló, mert akit 8-9 évesen magántanulóvá tesznek, az itt be is fejezte a tanulás időszakát. És emlékszem, hogy megnéztem őket, bementem a picike szobába, ahol a agyvérzésen átesett nagymama, vagy a dédmama, a nagymama, az anyuka, a nagynéni, és 2 gyerek lakott még, meg ez a kisfiú. És emlékszem, hogy ült szegény a kályha mellett a mama ágyának a sarkánál. És a nagymama mondta nekem, hogy nézze meg, Nórika, hát nem bírok vele, hát nekem jön és megrugdos. És azt mondtam, hogy nézze, felteszem, ha nekem itt kéne ülnöm, én is megrugdosnám. Itt ebben a beszűkült térben, ahol se mozgás nincs, se semmi nincs, egy játék sincs semmi, itt ezt nem lehet bírni, nem egészséges egy gyereknek. Ezek a zsúfolt terek, amelyek főleg a téli időszakban elviselhetetlenek, mert egy szobában van a fűtés, itt van a főzés, a konyha, a mosás, a mosakodás, itt kéne házi feladatot írni, ami önmagában is egy abszurd, szóval ezek a közegek, ez az igazi lakhatási szegénység, és ezt sokan nem látják és nem értik, mert a számokban ez nincs benne. A COVID furcsa dolgokat mutatott meg nekünk. Megmutatta azt, hogy a lakhatási szegénységben, a generációs szegénységben nincs tanulási környezet. Persze eddig ezt is tudtuk, meg gondoltuk, hogy hát otthon azért csak tanulna. Nem. Fizikailag nincs meg az a tér, ahol a gyerek letehet egy füzetet, és onnan felveheti egy idő múlva, hogy ott megvan, mert minden leamortizálódik ebben a térben. Amikor először elkezdtük, akkor ugye a COVID idején a számítógép az, hogy elérjék a informatikai oktatást, olyan fontosnak tűnt, és rengeteg számítógépet kaptunk, mind leamortizálódott. Mert ebben a zsúfoltságban nem lehet megőrizni ezeknek a biztonságos működését. Most már tudjuk, hogy a tablet az az egyedüli, ami a gyerekeknek itt a kezébe adható. Aztán van más is, ez is megosztó. Van, aki, vagy volt, aki azt mondta, hogy nincs Magyarországon éhezés. Mindenkinek jut egy szelet kenyér, egy szelet vajas kenyér, legalább. Más meg azt mondja, hogy van, a gyerekek éheznek, hogy mi ebben az igazság. A szakma az kétféle éhezést különít el. Az egyiket úgy hívjuk mi, hogy krízis éhezés, és szándékosan nem mennyiségi éhezésről beszélek, mert az inkább az afrikai éhségtelepeké. A krízis éhezés azt jelenti, hogy vannak a hétnek olyan napjai, amikor a gyerek fizikailag nem jut elég ételhez hozzá, ez általában a hétvége, és mi ezt azoknál a családoknál tapasztaltuk, akik uzsorába estek, és tőlük aztán igazán tényleg még az utolsó falat kenyeret is elviszik. Ez is 10 000-es nagyságrendű, 40-50 ezret érint ezeknek a gyerekeknek a száma, de nincs erről biztos adat, mert erről senki nem szeret beszélni. A másik csoport az jóval tömegesebb, a minőségi éhezők száma. A minőségi éhezés egy szénhidrát alapú étkezést jelent. Tészta, kenyér, krumpli, de már most az is nagyon drága, nagyon kevés hús, fehérje és vitamin. Mindez nem elégséges ahhoz, hogy már magzati korban jól fejlődjenek a gyerekek. Nem véletlen, hogy tele vagyunk sajátos nevelési igényű gyerekekkel, jóval felülreprezentáltabb a leszakadó térségekben ezeknek az aránya, akikről most azt hallhatjuk, hogy fejlesztőpedagógust, gyógypedagógust nem igényelnek, hiszen ezt oldja meg minden család úgy, ahogy szeretné.
Az is fontos, hogy nyilván azért nem tud elmenni nyaralni, meg azért nem tudja azokat, nem tudja a csekkjeit befizetni, mert nincsenek tartalékok. Egyik hónapra a másikra élés van, és ha nincs tartalék, akkor már egy gyerekgyógyszer is, kiváltása is problémát okoz. Furcsa volt, az első időszakban láttuk, hogy a téli hónapokban sokkal több gyerek kerül kórházba. Aztán, ahogy figyeltük, lett egy ciklikusság benne, hogy a hónap második felében kerülnek a gyerekek kórházba, és nem értettük. Amikor a családokkal már bizalmi viszonyba kerültünk, akkor elmondták nekünk, hogy hát ha hónap első felében lesz beteg a gyerek, akkor felmennek a házi orvoshoz, kapnak egy receptet, amit ki tudnak váltani. Ha a hónap második felében történik ez, amikor nincs pénz, akkor hazamennek, és a gyerek vagy meggyógyul, vagy nem. Nyilván nem gyógyult meg, és kórházba került, ez volt az oka. Úgyhogy az egyik első beavatkozási pontok között volt a gyerekgyógyszer kiváltása, csak az antibiotikum és csak a lázcsillapító. Azóta Told esetében minimális a kórházba kerülő gyerekek száma, legalábbis ez az ok, nem ok többé. Aztán ott van még a szemüveg, az is egy elég emblematikus dolog ebben. Akinek van szemüvege, az tudja, hogy mennyibe kerül egy keret, mennyibe kerül egy lencse. Megint utalok a zsúfoltságra, hogy hogy amortizálódik le ebben a közegben a szemüveg is, két hét múlva is újra meg kell csináltatni, és erre bizony nincsen pénz. Most mesélték a kollégáim a múltkor, hogy tudják, még kapunk, a múltkor írtam egy posztot, és nagyon sok használt szemüvegkeretet kaptunk, nagyon örültünk neki, és ennek az a menete, hogyha egy gyereknek szemüvegre van szüksége, akkor ugye első az orvosi vizsgálat, itt általában mi segítünk az orvoshoz való bejutásban, és aztán viszünk ki kereteket az órára, és választhat magának szemüveg keretet, hogy melyiket szeretné. Berettyóújfaluban van egy kedves optikus, aki nagyon szociálisan érzékeny, és tulajdonképpen a lencse áráért beteszi nekünk ebbe a keretbe. Most felpróbálta, a kollégáim mesélték, hogy felpróbálta a kislánya szemüveget, és ez egy olyan szemüveg volt, aminek a dioptriája hasonló volt ahhoz, amire neki szüksége volt. És úgy táncolt a kislány örömében, és olyan boldog volt, hogy lát, hogy már nem is akart ezt a szemüveget visszaadni, mert hogy az előtte való időszakban nem látott jól. Csendes volt, megült, itt pedig most csak nézték, hogy topzódik, egyszerűen azért, mert olyan örömöt jelentett neki, olyan eufóriát ez a látás. Főleg nem szeretik, ha erről beszélek, amit most mutatok. Az elhanyagolt környezetet, az önfenntartási képesség hiányát, mindenki azt szeretné, hogy a kerteket műveljék, rendben tartsák a környezeteket, és nagyon nehéz azt megérteni, amikor ott van az ember, hogy nincs rá képesség. Nincs meg az önfenntartásnak az a képessége, hogy hogyan tudják kihasználni a környezetük adta lehetőségeket. És egy idő után a szegénységben a minden mindegy érzése kezd eluralkodni, amikor már nem lesz fontos semmi. És ezek azok a szocializációk, amik aztán öröklődnek, és nagyon nehéz ezeket megtörni. Sokszor beszélek róla, de nem tudom érzékeltetni azt a mélységet, ami tudásban ma különbség ember és ember között Magyarországon, ami világlátásban különbség, és a világlátásban való és a tudásban való hiány, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy nem tud a sorsán változtatni, hanem abban is, hogy manipulálható, és ezt pontosan kihasználja a politika. Amikor minket azért próbálnak felelősségre vonni, hogy miért a regnáló kormányra szavaznak ezek az emberek, amikor felelősnek érzik őket a helyzetükért, akkor nem tudom megértetni, hogy egy civil szervezetnek nem lehet az a dolga, hogy befolyásolja. Megtehetnénk, mondhatnám, hogy akkor aki erre vagy arra a pártra fog, vagy szavaz, annak nem adunk segítséget, csak akkor miben különböznék attól a pártól, aki így manipulál. Az, hogy mi képessé akarjuk tenni őket arra, hogy önállóan tudjanak dönteni, az pedig egy rettenetesen hosszú folyamat. Rettenetesen hosszú folyamat ott, ahol nem tudnak pártokat felsorolni. És azt mondják, hogy úgy szavazunk, ahogy a tévé mondja. És a tévéből azt a tévét látják, ami mindenhova eljut. Ezeknek a leszakadó térségeknek a lakhatási szegénységen, az oktatási szegregáción kívül a gazdasági leszakadás is jellemzője. Sokan mondják, hogy hát el kell menni dolgozni, hát rengeteg munkahely van, ugye jönnek hozzánk is a külföldi munkavállalók, miért nem mennek? Egyrészt azért, mert a mobilitásra nem mindenki képes.
azért egy kis faluból eljutni mondjuk Debrecenbe a akkumulátorgyárhoz vagy a BMW-hez nem egyszerű, és messzebb menni pedig még kevésbé tudják bevállalni a családok. Vannak nekünk is, akik, ahol a férfiak elmennek egy hétre, egy hónapra dolgozni, az anyák pedig otthon maradnak a gyerekekkel, de egyrészt a férfiak felélik a jövedelmüknek egy részét, amit kapnak, másrészt a család az összes gondjával itthon marad, és általában ez még több problémát generál, mint ami van egyébként is a családban. Van egy társadalmi vállalkozásunk is, és egy nagyon hosszú listám arról, hogy mit jelent az, hogy alacsony munkavállalói kompetenciák. Ez a társadalmi csoport, amelyikről beszélek, a rendszerváltással elveszítette a munkahelyeket, elveszítette a létbiztonságot, és elveszítette a lehetőségeket is. Azóta itt a munkavállalói kompetenciák folyamatosan romlanak a felnőtt generációban. Az iskoláról meg majd fogok beszélni, hogy mit nem ad meg hozzá. Szóval itt a figyelemkoncentráció, az együttműködési képesség, a konfliktuskezés, a kudarctúrő képesség, az elszámoltatás, a munkaidővel való elszámoltatás felfogása, vagy az erre való reagálás, ez mind-mind iszonyatosan nehéz. És az egésznél sokszor azt érzem, hogy annyi energiát kellene a felnőtt korosztályba fektetni azért, hogy alkalmasak legyenek munkavállalónak, hogy helytálljanak máshol is, hogy az elképesztő. Olyan sokszor mondják nekem, hogy ajánljunk valakit, aki egész családjával oda költöztetnek, és akkor ott dolgoz, és nem tudok kit ajánlani, értik? Mert nem tudok olyat mondani, akiben biztos lehetek, hogy egy hónap múlva és két hónap múlva is kiszámíthatóan fogja végezni a munkáját, akkor sem, ha egy kiszámítható jövőképet kap. A másik, amivel senki nem foglalkozik, az a közösség. Az egész igazgyűjtőnek az a elgondolása, és azt gondolom, hogy a társadalmi változások mind ezt igazolják vissza, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy elveszítettük a közösségi értékrendet. Na most a szegénységben, a szegregátumokban ez döbbenetesen nincs meg. Itt csak a túlélés van. Itt az egyén van, az ego van, és aznap, aznap. Itt nincs másnap, harmadnap, itt az aznapi szükségletkielégítés van. A függőségek, ami kialakulnak, az uzsora, az mind egy olyan békjó ezen az egész problémán, amivel nem foglalkozik senki. Akkor foglalkozik a rendszer, egy bizonyos szintnél magasabban van. Elmondom, hogy értsék. Azokon a településeken, ahol ez a társadalmi csoport él, ott a szolgáltatások nagyon alacsony szintűek. Amikor mi elkezdtünk Toldon dolgozni, akkor azt gondoltam, hogy ezzel a társadalmi csoporttal kapcsolatban a legnagyobb kritika az, hogy nem jogkövető magatartást tanúsítanak. Hát akkor majd én gondoltam nagy naivan, majd akkor kifehérítünk mindent, és majd én bebizonyítom, hogy lehet így élni. És akkor jött a valóság, amiben azt láttam, hogy ahol nincs bolt, ott van boltocskázó, aki azt jelenti, hogy megvásárol alapélelmiszereket, és ezt jó nagy feláron adja felírásra is. Ez egy kulcsfontosság, hogy felírásra is. Ahol nincs nemzeti dohánybolt, ott lesz valaki, aki az olcsó ukrán cigit árulja, a dohányt árulja, még olyan is van, aki tölti és azt árulja. Itt ugye ezt a kis, okos kis szerkezetet látják, amivel a cigarettát megtöltik a dohánnyal. Ahol nincs megfelelő tömegközlekedés, ott a pénzért fuvarozás intézménye beépül a település életébe. Most ezt azért mondom el, mert ma ezek a kékkel jelzett falvak nem élhetők a fekete vagy szürke zóna nélkül. Mivel nem élhetők a falvak, ezért van egy ilyen látens elfogadása ennek az egésznek, és csak akkor lép a rendszer, amikor nagyon erős agresszióba torkollik. Szóval mindenki tudja, hogy honnan árulják a cigit, mindenki tudja, hogy ki boltocskázik, ki uzsorázik, de ha nem annyira durva, ki fuvaroz pénzét, de ha nem annyira durva a helyzet, akkor jól van az, hát nyugodtan maradhatunk így. És ennek a helyzetnek a kitisztítása, itt beszélni a jogkövető magatartásról, mikor a korrupció odáig ér le, akkor nagyon nehéz. Szóval értik, hogy az ember akar valami igazságos társadalmat, vagy igazságos viszonyulást köztük is egy igazságtalan társadalomban, ami alapvetően arra épül, hogy nem kell törvénytisztelőnek lenned. És hát ez a legnagyobb tragédia, hogy ez generáción át ismétlődik. Mielőtt gyorsan a sorrendre rátérnék, még három dologról kell, hogy beszéljek, hogy értsék jobban. Az egyik az, hogy a szegénység az nem úgy van, hogy valaki szegény,
és az egyforma. A szegénységnek több szintje van. Minket gyakran hívnak ilyen kerekasztal beszélgetésekre, ahol hozzánk hasonló civil szervezetek mutatják be a munkájukat, és vannak állami programok is. A csodálatos az, hogy én mindig olyan zavarba vagyok ezekben, mert minden olyan sikeres. Mindenki sikerről beszél, mindenki csodálatos programokról, kertet művelő családokról, tanulni és dolgozni akaró emberekről, és akkor én meg ott ülök, mint egy rakás szerencsétlenség, és azt mondom, hogy nekünk ez így nem megy. És akkor már mindenki sajnál, hogy te szegény, neked nem megy, mikor milyen egyszerű a megoldás. Csak hogy mikor megkérdezem tőlük, hogy nektek nincs, és sorolok föl problémákat, akkor azt mondják, ja, hát mi nem ilyen mélyen levő családokkal dolgozunk. Ez az egyik. A másik, hogy amikor évek múlva próbálom keresni ezeknek a sikeres programoknak a maradványait, akkor nem találok belőle semmit. Tehát itt valami nagy katyvasz van, hogyha a szegénységnek csak a tetejét kezdjük el birizgálni. Állami program is, amiről most beszélek. Nem értettem, hogy a kiskert programot miért olyan településre viszik, ahol mindenkinek van kertje és mindenki műveli is. Mi nem viszik oda, ahol senki nem műveli? Amikor megkérdeztem, azt mondták, ja, hát mi oda megyünk, ahol van fogadókészség. Értik? És ennek az a lényege, hogyha az állami rendszeren keresztül szerveződik egy program, akkor ott indikátorkényszer van. Vagyis már előre megmondták, hogy milyen értékeket kell elérni, hány családot kell bevonni, és ezt el kell érni, és most mutassanak nekem egy programot, ami úgy végződött a társadalmi felzárkóztatásba, hogy nem volt sikeres, hogy nem értékel az indikátorszámokat. Tényleg nevetséges, amikor azt olvasom, hogy 3 foglalkozáson való részvétel után megváltozik a családok attitűdje. Micsoda! Évek óta dolgozunk, és nem tudunk felmutatható változást elérni. És én azt látom, hogy minden, ami az állami rendszeren keresztül szerveződik, az mind csúsztatva van. Ezek nem valós eredmények, mert nem beépült eredmények. És amikor azt mondom, hogy egy fél év után, vagy egy tavasz után ne verjük a mellünket, hogy sikerült a kiskert program, mert nem akkor lesz sikeres, hanem 10 év múlva már nem nekünk kell felszenteni a kertet, nem nekünk kell megvenni a vetőmagot, és akkor is műveli a kertet. Akkor már gondolkozhatunk, hogy ez beépült vagy sem, de addig nem. Ez az indikátor kényszer egyébként a pályázati rendszerből jön, én nem tudom, hol szúrtuk el. Hosszúrtuk el, de hogy ebben valami nagyon rossz beidegződés lett, és akkor még nem beszélek a korrupcióról, csak arról, hogy rossz beavatkozási pontokkal szerveződött ez az egész. Tudom, hogy máshol se egyszerű, de nekünk szerintem sikerült túl teljesíteni. 2 szegény típust mutatok a fotón. Az egyik a lecsúszó szegény, a másik meg a generációs. Ez egy másik csoportosítás. A lecsúszó szegény az a, mióta mi dolgozunk, akkor a svájci frank alapú hitel, a gazdasági válság a Covid idején került, vagy egy betegség baleset miatt veszítette el a munkahelyét, és került életszínvonalban a generációs szegénység szintjére. Nekik vannak önfenntartási képességeik, ami azt jelenti, hogy másfajta módszertannal, kis segítséggel őket könnyen lehet visszahozni arra a stabil szintre, ahonnan már képesek szervezni az életüket. A generációs szegénységnél más a helyzet. Itt sokkal több munkát, sokkal hosszabb ideig tartó munkát, és több beavatkozási pontot igényel, hogy a helyzet változzon. Na most mi a nehézsége? Ha nem nyúlunk a lecsúszó szegényhez, ha nem hagyjuk, akkor nagyon hamar átveszi azokat az életstratégiákat, azokat a túlélési mintákat, amivel a generációs szegény működik. És innen sokkal nehezebb megtörni, változtatni ezeken a helyzeteken. A második dolog, amit muszáj, hogy értsünk, ez a tanult tehetetlenség. A szociális szakma azt mondja, hogy a motiváció elveszítése az a tanult tehetetlenség, mikor mindenki várja, hogy oldja meg valaki a problémáját. Ez azt jelenti, hogy ha éhes vagy, akkor viszek neked ennivalót, ha hiányzik a ruhád, akkor kaphatsz, ha nincs tüzelőd, akkor adok. Csak hogy ezzel arra készteti az illetőt, hogy kérjen. Nem arra, hogy aktivizálja az erőforrásait, hogy valami változzon, hiszen ez könnyebb így kérni, és ráadásul a digitális tér ezt fantasztikusan kinyitotta, csak okosan meg kell találni a csatornákat. Minden olyan puszta adományozás, amire egyébként baromi nagy szükség van, és ez egy iszonyatos ellentmondás, hiszen a gyereket nem tudjuk elnézni, hogy éhes, de minden olyan adomány, ami csak úgy, mert te kérted és adom, az mind a tanult tehetetlenséget erősíti, az mind függőséget okoz, és mind bebetonozza ebbe az állapotba ezeket az embereket.
de ez jelen van más szinten is, ha a civileket és az államot nézem. Mit csinálunk? Megoldjuk az állam működési problémáit, igaz? Hiszen segítünk oktatással, tanodával, egészségügyi szolgáltatásokkal, szociális munkahelyteremtéssel, amiben az állam ezekben a kékjeljelöltségekben sikertelen, ott mi próbálkozunk. Mi az állam fele az üzenet? Hát nincs probléma, megvan. Ugyanazt csináljuk, mint aki odaviszi az élelmet. De meddig várjunk? Meddig várjuk, hogy a rendszeresség kiegyenlítő legyen, és meddig tudjuk elnézni, hogy gyerekek generációi nőnek fel ugyanabban a nyomorúságban? És megyek még egy szinten feljebb. Vajon, ha Brüsszelből a fizetésekre adnak pénzt, az nem a tanult tehetetlenségét erősíti az államnak? Ha az oktatásban nincs pénz, akkor olyan rendszert kell felállítani, hogy az minőségi oktatásra legyen pénz. Ha ez Brüsszel betömi ezt a lukat, akkor nem lesz arra késztetve a magyar állam sem, meg a többi sem, hogy változtasson a struktúráján. És itt a harmadik dolog, amivel megint számolni kell, ez a viszonyulásunk a tisztes szegénységhez. Mostanában sokat lehetett hallani a kincskereső kisködmőről, meg a többiről, amit jó olvasmánye az általános iskolában. Ugye a kincskereső kisködmőn a Légy jó, mint halálok egy olyan szegénység képet közvetít, ami a tisztes szegénységet jelenti. Ehhez képest már a 20. század is a fogyasztásról szólt, a 21. század meg még inkább azt mondja, hogy az vagy, amit van. Mutasd, menjünk ki a Facebookra és nézzük meg, az vagy, amit van, mindenki szeretné megmutatni, hogy milyen van. Azt gondolni, hogy ez bizonyos társadalmi csoportra nem vonatkozik, nekik az a dolguk, hogy szemlesütve fogadják el az adományokat, és a kuncogó garasaikat gyűjtögessék a fiók mélyén, és lehetőleg valami könyvet vegyenek a végén belőle, ezt elvárni badarság. Ők ugyanúgy várnak a 21. századi jóléti attribútumokra. A mobiltelefonra, a tabletre, a plazma tévére, az autóra, mert a ruhára, amit meg tud mutatni, mert ettől érzi azt, hogy ő is ehhez a világhoz tartozik. Máshogy nem feldolgozható ma már az, hogy tudnod kell, hogy hol a helyed. Hiába akarja a világ azt mondani most, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, és fogadja el azt a helyzetet, ahogy és ahol született és él, ez nem fog már menni, mert mindenkinek egy más, a televízió, a média, mindenhova egy más víziót juttatott el, egy vágyálmot juttatott el, és ehhez mindenki szeretne igazodni. És akkor most menjünk rá gyorsan erre a bizonyos gondoskodáspolitikára. Azt mondja ugye a mostani kormány, hogy az első számú felelősség az egyéné és a második a családé. Ezt muszáj vagyok együtt értelmezni, mert nincs gyerekszegénység a család szegénysége nélkül, nincs egyéni szegénység a család szegénysége nélkül. De nézzük, az egyén és a család honnan kaphat tudást ahhoz, hogy életstratégiát váltson. Hát a szülőktől. Már a második generáció nő fel úgy, hogy maga a szülők sem kaptak az iskolától elég tudást ahhoz, hogy az alapkészségekkel normális szakmát tanulhassanak. Akikkel mi dolgozunk azokban a családokban, jellemzően nincs szakma. Én nem említem az OK és papírokat szakmának, mert azért van nálunk olyan, aki elvégzett egy OK és kőműves szakmát, és saját bevallása szerint soha nem raktak falat. Most gondolják el, ki merne végigmenni azon a hídon, ami így készült? Nyilván nem. Szóval én ezeket nem emlegetem, nekünk is van egy tucattal. A nehézsége az, hogy bizonyos támogatásokból kiesnek, mindjárt beszélek erről is. De hogy az a szülő, aki nem tud rendesen írni, olvasni, az alapkészségei hiányosak, az hogy tud motivációt adni a gyerekének, hogy tanuljon? Persze ilyen szavak szintjén, igen, mondom én, hogy tanuljon tanárnéni, de hát nem akar. De igazából nincs mögötte egy olyan megtapasztalás, hogy neki mit adott az iskola. És ha ő is azt érezte, hogy neki se adott semmit, és ráadásul elboldogul, akkor minek változtatná ezen? Van egy másik dolog is. Az iskola elvár valamit. Ezt úgy szoktam magyarázni, hogy van egy kultúrkör, ami az iskolájé. És van egy kultúrkör, ami a családé. Meg még sokféle kultúrkör van. Ha a kettő között nincs meccéspont, akkor nincs hatás. És én azt gondolom, hogy a leszakadásban, és a társadalmi leszakadásban élő gyerekek, családoknál, és az iskolánál nincs meg ez a meccéspont, vagy nagyon pici. Mondhatnám úgy is, hogy az, amit az iskola üzen, azt a családban értelmezhetetlen. És innentől kezdve az az amortizálás, amit magyaráztam az elején, az rögtön élni kezd. Hát ilyen mondatok hangzanak el.
felnőttől és szülőtől is, meg gyerektől is. És ott a végére írtam még egy mondatot, hogy mit tanulnak ma meg a gyerekek. A túlélést tanulják meg. A társadalmi leszakadásban élő gyerekek. A túlélést, de nem tanulják meg azt, hogy hogyan lehet változtatni a sorsukon. Na most, ha ezt nem tanítja meg nekik senki, ha ebben nem segít senki, akkor mitől gondolnánk, hogy változik valami? Ja, persze, ott az iskola. Azt szoktam mondani, hogy az iskola esélykiegyenlítő, az iskolában, az iskola rendszerben az esélykiegyenlítő lámpa kialudt. Nincs már meg, ekkora mértékű soha nem volt az oktatási szegregáció Magyarországon, mint ami most van. Azok a térségek, ahol, amik a térképvázlaton kékkel voltak jelölve, ott szegregált vagy szegregálódó iskolák vannak. Én pedagógusként tanítok egy szegregált és egy integrált tanulócsoportban is. Én pontosan tudom, hogy milyen csak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tanítani, mert több mint 40 év pedagógiai tapasztalattal tudom, hogy milyen lehet, milyen az, amikor az ember eszköztelen marad. A múltkor erről beszéltem a Telexnél, és akkor kaptam utána nagyon sok kritikát, hogy akkor adjam vissza a diplomámat, ha eszköztelen vagyok. Hát szeretném odavinni azt az íróasztal mögül elmélkedő urat, aki ezt mondta, és megmutatni neki, hogy mi az, amikor a szegénység összes traumatizálódott gyerek, a szegénység összes hozadéka ezzel a rengeteg traumatizálódott gyerekkel bejön, mert vannak esetek, amikor nem tudunk mit csinálni. Természetesen, odaértem még, hogy az egyházi iskolarendszer erre egy picit később kitérek, természetesen az oktatási szegregáció magával hozza a szakemberhiányt, a kiégést. A funkcionális analfabetizmust, és hát én nem tudom, valamikor régen elkezdtem pedzegetni, hogy ezek az országos kompetencia mérések, megint itt vagyunk a statisztikáknál, hogy ezek mennyire hitelesek, mert a napi gyakorlatban az iskoláknál azt láttuk, hogy a kompetencia mérések napjain azok a gyerekek, akikről biztosan tudja a pedagógus, hogy minimális a teljesítménye, akkor nem kell iskolába jönni. Akkor otthon maradhat. Tehát nekem mindig volt egy olyan érzésem, és most már elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy összenézik a hiányzási adatokkal, de még így sem tudjuk, hogy mi történik a behúzott ajtó mögött. Mert amikor a tanár segíti, hogy jobb legyen az eredmény, mert különben nyilván az ő munkájára vetül a dolog, akkor itt ez nem lehet hiteles. Honnan hoztuk ezt? Miért nem tudjuk ezt az egészet levetkőzni? A rendszerváltás előtt is így volt, de hogy a rendszerváltás után ezt az állandó megfelelési kényszert a felettesünknek, hogy ezt miért nem lehet levetkőzni? Nem tudom megérteni. Persze vannak más intézmények is, akik segíthetnének. A szociális ellátásban ugye ott van a gyerekjóléti szolgálat, a családsegítő, gyámhivatal, és hát vannak más intézmények is, az önkormányzatok, ugye a rendőrség, aki segíthetne, amire az utóbbi időben mindenhol az a jellemző, hogy hatósági eszközöket használ. Tehát az a szó, hogy prevenció, azt már nem érti senki. Nincs. Nem létezik. És tudják, az a dühítő, hogy amikor az ember a szegregátumban dolgozik, akkor pontosan látja, hogy hogyan indulnak el a negatív folyamatok, és mikor lesz abból már mondjuk rendőrségi eset, és pontosan tudjuk, hogy prevencióval megelőzhető lenne, de kevesek vagyunk hozzá. Ugyanígy az egészségügyi problémáknál. Látjuk, hogy a kismama kimaradt a felülvizsgálatokból, látjuk, hogy nem megfelelő a táplálkozása, látjuk, hogy rémes a lakhatás, látjuk, hogy esen is gyerek volt, de nem tudunk mit tenni, mert a rendszer ezt a prevenciót nem tudja értelmezni. És nem azért, mert ők a hibásak. Tehát ez nehogy valaki az merüljön föl, hogy mi civilek, mi tudjuk, a rendszer meg hibás. A rendszerben is normális emberek dolgoznak, csak ennyi a mozgásterük és ennyi a lehetőségük. Eszköztelenek és kiégettek. És az eszköztelen és kiégett pedagógus, szociális munkás, egészségügyi dolgozó nem tud segíteni. Tehát ez a BM büntető attitűdje mindenre rányomja a bélyegét. És büntetve nem lehet változásokat előidézni. Én nem azt mondom, hogy nincs szükség hatósági eszközökre. Mi is emeltettünk már ki gyereket. Ott, ahol annak helye van. De én azt vallom, hogy mindig meg kell előzze a pedagógiai eszköz. Az emberi eszköz, nem a büntetés. Muszáj azt is látni, hogy a családok előtt milyen boldogulási alternatívák vannak.
a pénz, annak az értéke, az, mint egyetlen értékmérő jelenik meg ezekben a közösségekben, az számít, az ér valamit, akinek pénze van. Ez egy furcsa hierarchizálódás, mert a tanulatlan, fekete zónában, szürke és fekete zónában jövedelmet szerző ember, az nem a tanulásból szerzi meg a pénzt, hanem ebből a zónából. Tehát a hierarchia csúcsára azok kerülnek, akik a legügyesebbek ebben a zónában. És hát ennek azért így egy picit érdemes végig gondolni, hogy a közösségre nézve milyen jövőkép, vagy milyen hatása lesz. Ez a másik téma, amit nem lehet a statisztikákban látni. Tudják, amikor 2013-ban a kormány egy jogszabályváltozást eszközölt, amiben a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát újra definiálta, akkor egy csomó család kiesett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményből, vagy azokból a kedvezményekből ingyenes iskolai étkezés, amit kaphatna. És nem értettük, mert hogy a családok élethelyzetében nem következett be változás. Aztán megtaláltuk a kiskaput. A családoknak szinte minden tagja, vagy minden család behajtó céges tartozással sújtott. Ami azt jelenti, hogy vagy valamilyen közüzemi tartozás miatt, vagy egy felvett provident hitel, vagy valamilyen hitel, személyi hitel, ami oda megy, vagy egy áruhitel miatt, nem fizetett áruhitel miatt a tartozásaik behajtó céghez kerülnek. Na most ma ez úgy néz ki, hogy ha egy tartozása van valakinek, akkor 33%, ha két tartozása van, akkor 50%-át le kell, hogy vonja a munkáltató a fizetésének, abban a pillanatban, amikor a legális munkaerőpiacon elhelyezkedik. Na most azoknál a családoknál is, ahol az élethelyzetben nem következett be változás, csak kiestek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményből, és fizetni kellett az étkezésig, mert mind a két szülőnek mondjuk minimálbéres állása van, annak ez volt az oka. Most ezzel senki nem foglalkozik, ami egyébként logikus, mert a többségi társadalomban is kit érdekel, hogy ki milyen kölcsönt vesz fel. Ugye? Elvárjuk, hogy tudatosak legyünk, mindenki addig nyújtózkodjon, mint ameddig a takarója ér. Nem is tudom, hogy lehet megoldani. Hol lehet meghúzni azt a vonalat, hogy meddig segítünk, és hogyan. Egy biztos, hogy ezek az adósságkezelési programok, és ezek a családi csődvédelmek, ezek borzasztó nehezen vihetők végig, mondjuk már csak azért, mert mind a két szülőnek dolgoznia kellene hozzá legális munkaviszonyban. Na most, ha tovább megyünk egy picit ezen a vonalon, akkor az is világossá válik, hogy nincs semmi ösztönző, hogy a legális munkaerőpiacon helyezkedjenek el. Miért menne oda, amikor ott lefogják a fele fizetését, mikor elmehet feketén dolgozni, és zsebbe megkap 10-15 ezer forintot? Gyakorlatilag az egész probléma abba az irányba tolja őket, hogy a szürke és a fekete zónában maradjanak. Na most, ha ez a minta a gyereknek, ez megy át, ez a túlélés, ez az életstratégia, ez a siker, akkor mit várunk, hogy ki fog segíteni ezeken az embereken? Remélem, hogy az sikerült most megértetnem, hogy az, hogy ki mit tud, és hogyan viszonyul, hogy milyen készségei vannak, annak csak egy része, hogy megszületik, és mit hoz magával. A családi szocializáció, a minta, és az, hogy ennek a megváltoztatásához semmilyen segítséget nem tud adni a rendszer, az világos. Tehát, ha ebből a logika mentén végigmegyek, akkor az egyén és a család abban a tudáshiányos és készséghiányos helyzetben, amivé generációkon keresztül a rendszer tette, nem lehet neki azt mondani, hogy hát miért nem tanultál, miért nem változtatsz a sorsodon, a te felelősséged. Mert nem lehet a felelőssége, hogyha a hatásrendszerben nem találtunk megoldást. A család és az egyén és a család után jön az önkormányzat szintje. Na, ezen gondolkoztam sokat, hogy ez hogy lehetne a legjobban megmutatni. Azt tudjuk, hogy az intézmények egy része elkerült az önkormányzattól, hogy forráshiányosak, hogy hát most a választásoknál meg különösen felbojdul minden. De aztán azt kiválasztottam ezt a helyi esélyegyenlőségi programot, ami talán jól mutatja, hogy mennyire alkalmatlan így a rendszer a megoldásokra. Ez a HEP, ez azt jelenti, hogy elkészítenek egy diagnózist, egy elemzést a településről, és minden szereplőt bevonnak, és ezt időnként felülvizsgálják, ezt a helyi esélyegyenlőségi tervet, vagy programot.
az asztal körül a következők ülnek. Ott ülnek az óvodák, akik még most az önkormányzatokhoz tartoznak. Ott ülnek az iskolák, akik a tankerületekhez tartoznak. Ott ül a családsegítő gyerekjóléti gyámhivatal, aki a járáshoz tartozik. Ott ül a rendőrség, aki közvetlenül a BM-hez tartozik. És akkor még mondhatnám, a civil szervezet van, kisebbségi önkormányzat, aki sehova nem tartozik, vagy egyház, akit meg egyáltalán nem érdekel, hogy a többi mit beszél, mert ő külön kategória mindenben. Na most így beszélni arról, hogy mi történik egy faluba egy-egy családdal, tehát a süketek párbeszédéről van szó. Na most ezeknek a rendszereknek kellene esélyt adni azoknak a családoknak, akikről beszélek. Nyilvánvaló, hogy nem fog menni. Tehát a központosítás az nem csak azt jelenti, hogy egy központban van minden, hanem hogy ilyen szálakkal van vezetve, vágányokon, mindenki máshogy és máshova riportál, más a protokollja, és akkor ebbe hol lesz valamiféle összhang? Sehol nem mutatkozik ez meg. Az egyház. Ez nekem egy nagyon érzékeny terület, tehát az oktatási szegregáció azokban a térségekben is jelen volt valamennyire a rendszerváltás után, ahol dolgozunk. Ezek települési szegregációk voltak, és zömében így a földrajzi helyzet határozta meg. De változott a helyzet, amikor az egyházi iskolahálózat kiépült. Az egyházak ugyanis azokon a településeken is iskolát nyitottak, ahol egyébként egy iskola is elég lett volna, és egy nagyon rövid idő alatt kiszippantották az összes jobb társadalmi státuszú gyereket az iskolákba, és az állami iskolákban maradtak a plusz pedagógiai munkát igénylő hátrányos helyzetű gyerekek. Én ezt nem értettem, és ma sem tudom értelmezni a Biblia üzenete mellett. És nekem nem mentség az, hogy vannak olyan egyházi programok, amik a szegények megsegítésére irányulnak. Mert nem kerek a történet, hogyha az oktatásból kizárom őket. És tisztelet a kivételnek, az egyházi iskolák zöme nem tud integrációban gondolkodni. Néhány van, amelyik átvesz, főleg a Domboszkó meg az ehhez hasonló iskolák, akik átvesznek hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy felvesznek hátrányos helyzetű gyerekeket, de nekik elenyésző a számuk, és sokkal több az olyan, ahol akár egy egyházi fenntartón belül is szegregálás van, egy iskola a jobbaknak, a jobb társadalmi státuszúaknak, egy a másiknak. Én ezért nagyon sokat harcoltam, és elég nehéz volt felismernem azt, és elfogadnom azt, hogy alul maradtam. Az egyház és az állam ilyen szintű összefonódásában ugyanis nem lehet nyerni egy civilnek. Én voltam a pápánál, voltam Brüsszelbe, lepattantam mindenhonnan. Egyszerűen nem tudunk változtatni azon, hogy az egyházi iskolák szegregáló hatással vannak ma az állami oktatás felé. Aztán lett egy másik dolog, ami meg az utóbbi időnek a hozadéka, hogy valahogy az lett az üzenet, nyilván az egyház erősödésével párhuzamosan, hogy a szociális munkában a vallásos emberek jobbak, mintha az lenne egy szaktudás, hogy valaki vallásos. De hát a szociális munkás, a szociálpolitikus az egy szakma, azt sokáig tanuljuk, hogy ebbe jók legyünk. Attól, hogy valaki, én nem vagyok vallásos, de én azt gondolom, hogy a szociális szakmában igyekszem sok mindent megtudni és jól dolgozni. Nem attól függ, hogy valaki vallásos-e vagy sem. És az, hogy a nevelőszülői hálózat rengeteg problémával most már teljesen egyházi fenntartásban van, az, hogy a szociális ágazatban mennyi intézmény fenntartó van, az mind ezt az üzenetet hozza, mint hogyha ez lenne a szaktudás, és ez nem jól van. És tudják, miért nem jól van? Mert hallottam egyszer egy olyan mondatot egy egyházi vezetőtől, hogy nekünk szükségünk van a szegényekre, hogy a könyörületességünket mutathassuk. Most gondoljuk végig mindarról, amiről beszéltem. Ha a könyörületesség, a segítségnyújtást jelenti, és erre szükségünk van, a vallásos embereknek erre szüksége van, akkor nem fogja tudni azt a fejlesztő munkát végezni, ami szükséges lenne ahhoz, hogy változzon a helyzet. Akkor valahogy ott kell tartsa, hogy könyörületes maradhasson. Én nem tudok filozófiai mélységekbe menni ebbe az egészbe, de nekem ez nem kerek. És ha nem kerek egy történet, akkor az nem hiteles. És ezért nem tudok az egyház szociális szerepvállalásáról pozitívan nyilatkozni.
Aztán itt van az ötödik szint, az utolsó előtti szint, ami a civileké a meghatározásban. Hát a civil szféra az elég nehéz helyzetben van most. Vannak az ilyen szervezetek, mint az Igazgyöngy is, amelyik az állam működési hézagaiban dolgozik, és vannak a lojális szervezetek. Egyértelmű, hogy a kormányzat azokat a szervezeteket támogatja és fogadja el, akik a kormányzati értékrendet vallják, támogatóak, és nem jeleznek hibákat. Aki hibát jelez, az a baj van, az ellenség. Azt betolják a pártpolitika szintelére, és azt mondják, az ellenzékhez tartozunk. Az ellenzék pedig azt mondja, hurrá, hibát fogalmazott meg, hát nyilván akkor velünk van. De lehet egy ügyképviseletet pártpolitikai alapon értelmezni? Mi, ugye szoktam mondani, hogy a Nyomorszéle blogot én a liberális kormány idején kezdtem el írni. Nem attól függ, hogy milyen színű kormány van. Egy ügy van, amit meg kellene oldani. És ebben nem lehet egy civil szervezetnél a lojalitás, a fokmérő. Rengeteg innováció van a civileknél. De miért van az, hogy mi egy ilyen szakirodalmi lábjegyzet lehetünk legfeljebb? Miért van az, hogy mi civil zárvány maradunk, és azt mondják, ja, hát ez nem komoly, ez civil, meg személyfüggő, meg biztos emocionális, és nem tudományos alapú. Annyi kapcsolódásunk van a felsőoktatáshoz. Olyan sok egyetemmel dolgozunk most már együtt. Ott vannak a gyakorlati tapasztalataink a tananyagokban, tankönyvekben. Miért nem tudjuk ezt valahogy máshogy felépíteni? Hogy mi is látunk valamit, és amit mi látunk, az nem ugyanaz, mint ami a kutatásokban látszik, vagy az íróasztaloknál. Na és hát ott van a végén az állam. Azt odaírtam, hogy ma se hal, se háló. A barátnőm mondta, hogy se víz. És lassan tényleg itt vagyunk. Itt vagyunk. Én a rendszeren belül ezt nem látom most. És muszáj, hogy beszéljek egy picit a FETE programról. Ez a felzárkózó települések program, ami a belügyminisztériumhoz tartozik. Nyilván hallottak róla, ez a bizonyos 300 szegény falunak a felzárkóztatása. Mi is benne vagyunk ebben a programban. Még egy különleges látásmód erre az egészre, hogy belülről is nézni ezt az egészet, ezt a munkát. Nem fogom kritizálni, hiszen benne vagyunk. Egy dolgot azonban elmondok, mert ezt mindig elmondom. Az a legnagyobb baja, hogy a rendszer megérintése nélkül szerveződik. Én azt hittem, amikor indult ez a program, hogy fel fognak lépni az oktatási szegregáció ellen, fel fognak lépni a szociális háló hiánya ellen, ez a bizonyos szolgáltatás hiányok ellen is, és lesz változás, és nincsen. Ugyanúgy épül föl, mint egy civil program, mellette a rendszernek. És a rendszerek mellett felépülő, projektalapú, időlegesen működő programok nem fognak eredményhez vezetni. Benne vagyunk nyilván, és reménykedek mindig a hatásba, hiszen ha benne vagyunk, akkor a mi jó gyakorlatainkból is épülhet be valami, de szkeptikus vagyok azzal, hogy mennyire lesz ez az egész fenntartható így. És még muszáj velem idehoznom még egy dolgot. Van egy olyan fogalom, amit a civil szervezetek már jól ismernek, azt mondjuk, hogy társadalmi hatékonyság mérés. Mi azért szeretnénk ezt megmutatni, hogy a támogatóink, ugye főleg adományokból működünk, a támogatóinknak meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan hasznosul az ő támogatásuk, mennyit fordítottunk rá, mire és milyen eredményeink vannak, vagy milyen kudarcaink. A rendszerben nem látni ezt a fajta hatékonyságmérést. Amikor egy uniós projekt lemegy, akkor ott van fenntartási kötelezettség, de aki dolgozott már ilyenben, az tudja pontosan, hogy ez adminisztratív. X-elbe, hogy újra, nem tudom én, a hulladékot is jól kezelted meg az egészet végét. Tehát senki nem ellenőrzi. És éppen ezért, amit mondtam, nagyon nehéz azt látni, hogy hova lettek ezek a csodás programok. Hogy lehet az, hogy például a FETE programban ott vannak azok a szervezetek, akik a telepfelszámolási programban dolgoztak? Hiszen ott nagyon sok pénz ment arra, hogy ezeket a szegregátumokat megszüntessék, és még mindig ott tartunk, ahol a 300 legszegényebb falu. Nyilván ott tartunk, mert hogy ez egy hosszú távú folyamat. Nem véletlen, hogy az Igazgyöngy is 20 évre tervezte az első etapot. Összegzésképpen ezt a diát tettem oda, amit mi az egész problémáról a legpontosabban így tudunk meghatározni. Ma a rendszer ügykezelő fókusszal működik. Az okkezelés nincs meg. Ügyeket kezelünk, védelembe veszünk gyereket, kinyitunk egy dossziét, felírjuk, hogy lopott a boltban, majd egy fél évig megfigyeljük a családot, utána becsukjuk a dossziét, feltesszük a polcra, majd két hét múlva újra kinyitjuk, mert megint lopott a gyerek, és az ok, hogy miért lopott, az nincs kezelve. Minden területen ez van, ügyek vannak, és mindenki azt igyekszik, hogy a határokat tartsa, ne lépje túl a felelősségi határát, mert azon belül felelősségre vonható.
azt gondolom, hogy ebben a struktúrában, ebben a munkakultúrában, ami ma a társadalmi felzárkóztatást kezelné, nincs benne a megoldás lehetősége. Ahhoz politikai szándékra lenne szükség. Politikai szándék pedig nincs. A szegénység forró krumpli, sokáig senki sem szereti kézben tartani, és nem szavazatszerző tétel. Most ha belegondolunk abba, hogyha valaki ezt a program élére tűzi, hogy már pedig ő segít, egyrészt egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan, mennyi ideig, miből, és hogy ebben a gyűlöletkeltő világban mennyire talál ehhez partnereket, mennyire talál ehhez megértést. Mindenki szeretne jobban élni, és hogyha azt nézzük, hogy hibás valaki a saját életéért, ugye ez a hangsúlya az egésznek, az egyén a hibás, a család a hibás, akkor azt gondoljuk, hát mi dolgom van nekem vele. De azt kell, hogy értsék, hogy ebben a problémában nem véletlen, hogy ők nem tudnak mit kezdeni sem az életükkel, sem a sorsukkal. Szoktam mondani a pedagógiában, hogy már mindenki van találva, csak használni kellene. A szociális munkában is nagyon sok utat meghatározott nekünk Ferge Zsuzsa. Én azt gondolom, hogy egyre, ahogy öregszem, egyre fájóbban látom, hogy az a generáció megy el, nyilván tudom, hogy az élet az véges, akiknek volt egy olyan történelmi megtapasztalása, hogy az ő bölcsességükre és figyelmeztetéseikre sokkal jobban kellene figyelni a mai generációnak. Nem csak nekünk, hanem a fiatalabbaknak is. És én tudom, mert én is hallgatom a generációkutató előadásait, hogy micsoda felgyorsult világ van, és hogy milyen nehezen értjük egymást. De kellene, hogy értsük azokat a nagyon bölcs, nagyon nagy tudású, és nagyon sokat megért szakembereket, akik még mindig olyan értékeket mutatnak fel, és itt hosszasan sorolhatnám a sort, hogy kikre gondolok még, akiknek az útmutatásai alapján muszáj tovább dolgoznunk. Ezt nem lehet feladni, muszáj dolgoznunk. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, Nóra, végtelenül szomorú dolgokról beszélt, de végtelen őszinteséggel és éles látással megrendítő volt. Köszönjük szépen, hogy megjelentek.